Horváth Attila a vendégek mestere, Merkovszki Pál a vendégek játékosa, Juan Carlos Pásztor a MOL Pik Szeged trénere, Csiki Csaba a MOL Pik Szeged játékosa. Megkérném először a vendégek trénerét, hogy értékelje a találkozót. Gondolom jobbra számítottál egy szorosabb mérkőzésre. Jó estét kívánok, azt is gratulálok a Szegednek. Nem számítottam jobbra, tudtuk, hogy nem győzni jövünk ide, nagyon nagy a különbség a két csapat között. Mi arra számítottunk, amit kaptunk. Én úgy gondolom, hogy büszkén lejöhettünk a pályáról, és mondhatom, hogy az egész éves teljesítményünk miatt büszkék lehetünk magunkra, a nem várt eredményt hoztuk, nagyon jó összeállt a csapat, nagyon jó a kémia a csapat és köztem a vezetők és a játékosok között is, úgyhogy én úgy gondolom, ebben az őszi szezonban megtettünk mindent a utolsó meccsig, és ezt gratulálok a saját csapatomnak. Nagyon szépen köszönöm. Következett Juan Carlos Pásztor értékelése. Este Givano. Bueno, yo creo que el partido es el último partido. Tenemos muchos equipos, todos los equipos tenemos lesiones. Era importante ganar. Hemos hecho una gran primera parte que se ha decidido el partido. Y en la segunda pues hemos intentado rotar de todo el mundo. Gratulál. Nagyon sok sérült játékosa van mindenkinek a bajnokságban, úgyhogy ez volt az utolsó meccsünk az évben. Úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk ebben a szezonban. Nagy különbséget tudtunk teremteni az első fél időben, és aztán a második fél időt nyugodtan tudtuk játszani. Köszönöm szépen. Következzen Merkovszki Pál, a vendégek játékosa. Milyen volt belülről a mérkőzés, hiszen ugye te a első fél idő hajrájában álltál kapuban? Milyen volt belülről? Igen, először is én is gratulálni szeretnék a Szegednek. Hát egy nagyon kemény, nagyon nehéz mérkőzés volt. Úgy jöttünk ide, hogy beleállunk a mérkőzésbe, és ez még nem egy lejátszott küzdelem. Sajnos az első fél idő nem úgy sikerült, hogy elterveztük. Ott kicsit nagyobb különbség teremtődött a két csapat között, de a második fél időben úgy gondolom, hogy beleálltunk, és mérkőzésre fel tudtunk tenni, és végig. A második fél időben szerintem végig stabil játékot mutattunk. Nagyon szépen köszönöm. Következzen Csiki Csaba, a MOL Pik Szeged játékosa. Csabi, neked ez volt az első hazai meccsed az NBA-ből, Orvosháza már bemutatkoztál a MOL Pik Szeged csapatában. Milyen érzés volt pályára lépni ilyen népes publikum előtt? Először is gratulálok a Feli csapatának. Óriási megtiszteltetés, hogy hazai pályán pályára tudtam lépni. Nagyon szépen köszönöm Pásztor mesternek a bizalmat, én már másodjára. Igyekszem minél jobban kihasználni a bizalmat. Ilyenkor ez dob rajtad, egy picit motivál a továbbiakban? Persze, sok nagyon dominál. Giancani aztán sok labdát próbált neked adni, hogy hát a sikerült kapuba találnod, igen. Nem jött össze, bosszant egy picit? Hát a végén az átlövésem az nagyon bosszant. Fel a fejjel, további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Van esetleg?